Sziasztok! Egy pár álomképet is, egy teljes élethű megélést szeretnék nektek elmondani a jó atya kegyelméből. Tegnap volt egy olyan álmom, hogy a városban volt egy pékség, ahol maga Krisztus készítette a péksütiket, a kenyereket, és bárki vehetett volna belőle, de senkinek nem kellett, és az atya azt mondta, hogy itt a Krisztus már senkinek nem kell. És az este lefeküdtem, és a fejem fölött szószoros értelemben teljesen éber voltam, két angyal beszélgetett. Azt mondta egyik angyal a másiknak, hogy hogyan lehetséges az, hogy az agy így meg tudja vezetni, és nem a lélek útját válassza, hanem a test útját, ami nagyon nehéz, és a lélek útja pedig mennyire könnyű, amit személyesen én is újjászületve Krisztusban az Atya Isten lelk által megismerhettem, és többszörösen megtapasztalhattam, és hallottam teljesen tisztán, ahogy társalogtak, de utána egyből elaludtam, és még tudom, hogy ott beszélgettek fölöttem, de ezek már nem maradtak meg. Hát ennek az előzményeit szeretném megvallani nektek. Az az igazság, hogy megtapasztalhattam, hogy az az életerő, az a potenciál, amit az Atya ad a lélek által, azt hogy próbálja folytonosan a test a maga javára fordítani, és egyszerűen olyan testi tüneteim lettek, amit 50 év alatt összeszedhettem magamnak, sőt, mi több, délben, amikor leültünk ebédelni, egyszerűen túlettem magam, és szörnyen éreztem magam, és elkezdtem verdődni, de már éreztem lélek által, hogy szükségem van arra, hogy letérjek, és kérjem a jó atyám segítségét, hogy segítsen, hogy megértsem. Tehát, hogy ne kövessek el bűnt, megértsem azt, hogy mit tehetek annak érdekében, hogy kiszabaduljak ebből a kínos helyzetből. És ez volt a válasz a két angyaltól. Egyértelmű, tisztán hallhattam őket, megtapasztalhattam őket. És ahogy elaludtam, adott még álomképeket, és az álomképek a következők voltak. Mutatta, hogy a mocskos vízben próbáltam halászni, de derékig voltam benne, és egyértelműen szükségem volt térképre, hogy a mélységekbe le tudjak nyúlni, de olyan volt, mintha maga Krisztus lettem volna a mélységekbe lenyúlni, hogy abból a mély, sűrű vízből, a piszkos vízből ki tudjak emelni bizonyos embereket. És az atya utána azt is megmutatta, hogy rendesen le kell nyúljon a pokolban ahhoz, hogy valahogy egy-egy lelket meg tudjon menteni. És ahhoz, hogy én részese legyek ennek a munkának, és annak, amire el vagyok hívva, azt mutatta nekem, hogy a menő kabátomat vessem le, ahhoz, hogy tudjak részese lenni annak a munkának, annak az örömnek, mind üres edény lélek által, amire el vagyok hivatva, és ez már nem most történt, hanem jó pár éve, hogy az az életerő, az a lelki erő, amit ő ad, tehát az a potenciál, azt ne a testbe menjen el, ne levezessem a sehol-ba, hanem egyszerűen kapjam és adjam tovább azt, hogy ezt hogy kell megcselekednem, ez is kimondottan az ő kegyelme és igazsága által kell megnyilvánuljon az embertársaim fele. Tehát egyben erőteljes szembesülést kaptam, de egy gyönyörűséges megélést is, arra irányulva, hogy az elkövetkező időben, ha megalázom magam, mert aki megalázza magát, az felmagasztaltatik, és aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, hisz ez egyértelműen ki van jelentve Jézus Krisztus által. Így tudok megmaradni csak a keskeny úton, ha tényleg valójában levetem magamról ezt a kabátot, ezt a úgynevezett gőgös kabátomat, és nem játszom tovább magamról azt, hogy én egy kiváltságos valaki vagyok, hanem szószoros értelemben belekerülök a Krisztus lelkében, és úgy nyilvánul meg az a munka, az a szabadítás, amire az Atya által indítva leszek, hisz
mi általunk, rajtunk keresztül tudja megszólítani az elveszetteket, a betegeket, a haldoklókat, a mélységben lévőket, hisz egykoron én is pontosan ilyen mélységben voltam, és ugyanúgy így hallottam meg az igazságot, hogy Jézus Krisztus él, itt van, feltámadt és beszél. Így szabadulhattam meg az örök kárhozattól, és általa újjászületve, megtapasztalva az ő kegyelmét és igazságát, tehettem sokszor tanúbizonyságot arról, hogy ez az egyetlen együtt van. Tehát ennyire mélyen be vagyunk sötétedve már, hogy az a mennyei kenyér, amit minden nap Krisztus elkészít számunkra, azt mondta, hogy ez már itt senkinek nem kell. És ez egy szomorú megtapasztalás volt, és ez egyértelmű szembesítés számomra is. Hát sokszor nem vagyok én külön, mint más, amikor visszazuhanok a testbe, a mélységben, a sötétségben. Ennyit szerettem volna nektek elmondani. Sziasztok!